Igen, ez ott a te játszó részleged. Még ez is. Tehát ma akkor szeretném elkezdeni, mert nem tudom hány videó lesz belőle, de játékokról beszélni, meg a játékok activity prezentálásáról. Ugyanis többen kérdeztétek, és szerintem nagyon fontos, hogy hogyan tároljuk, és hogyan tartjuk a játékot, vagy prezentáljuk a gyermekeink számára, tök mindegy milyen, vagy mennyi idős. Úgyhogy erről szeretnénk ma nektek bővebben beszélni. Te hozod is az első játékot, igen, prezentálod? Cuki! Tehát, ami miatt nagyon fontos, amit már említettem nektek, az, hogy egyrészt jól átlátható legyen egy játék a gyerek számára. Tehát ne egy dobozba legyen beledobálva, ahol azt se tudja, mi van benne, nem is tudja kivenni, mert ahhoz ki kell dobálni a többit, valami nehezen is hozzáférhető, ha valamelyiket mégis tudja, mit szeretne, és bele kell mászni, meg akármi. A másik oka, hogy ezzel mindjárt segítek, hogy ezzel rendszert és rendet is tanul. Anélkül, hogy rá lenne szólva, hogy pakold vissza a helyére. Tehát nekem anélkül visszarakja a helyére, hogy mondanám neki, ugyanis megszokta, hogy onnan veszi le. Tehát soha nem mondtam neki, hogy azt például tegye el. A nap végén, ha valamit kint hagy, például most itt van még ez az autó, pedig nem játszik vele, de egyrészt alkalmat adok neki, ha viszont igen, nem rakja vissza, akkor rászólok, de látjátok, az például tök magától rakta vissza, vagy a könyveket is tök magától hozza és visszaviszi. Nem mondom, hogy mindig, de nem is kell mindig, azért ne vicceljünk már. De ahhoz képest, hogy mennyi idős, amúgy másfél éves, amikor készítem nektek ezt a videót, tehát értitek, ha most ez egy dobozba lenne, akkor eleve nem a rendszer tanulná meg, mert ugye neki sem úgy van prezentálva. Tehát ő emlékszik, hogy ezt a játékot innen vettem le, oda teszem vissza. Tehát szinte megszeretik ezt a rendszert, anélkül, hogy mi ezt beléjük ültetnénk. Vagy. Tehát szerintem értitek, mire gondolok. Emiatt nagyon fontos, hogy egy játék jól átlátható legyen az elhelyezésében, valamint ne legyen túl sok. Miért ne legyen túl sok játék, vagy minden játék kirakva? Egyrészt, mert tapasztaljátok, hogy megunják őket nagyon hamar. Másrészt azért, mert nem tudnak elmélyülni egy-egy játékban, ha túl sok játék van kint. Tehát ez például ugyanolyan, hogy amikor karácsonykor kapnak 50 játékot, nem fog játszani szinte egyel sem, mert csak kibontja, kicsit játszik vele, megy a következőre. Nem tud elmélyülni benne. A játék prezentálás lényege, hogy például ez a játék neki már nagyon régóta kín van, és nem is unja meg, mert még mindig nem tud mindent kinyitni rajta. Tehát addig nem tudja megunni, mert még van benne neki kihívás. Úgyhogy ezt a játékot nagyon szereti. És már ügyes, eddig ezt se tudta kinyitni, már most egyedül kinyitja, és egyedül vissza is zárja. Meg rájött arra, hogy ott kell a fülecskét felhajtani ahhoz, hogy kinyissa, nem úgy, mint mondjuk itt, ezzel is ki tudja nyitni, nem kell benyúlni hozzá, hogy kinyissa. Szóval ilyen apróságok. Akkor például ez a játék. Ezt is nagyon-nagyon szereti, mert ugye itt is berakhatja az állatokat, de itt is berakhatja, vagy bárhol másutt. Szóval ezért nagyon fontos, hogy egyszerre csak egy játék legyen kint, hogy el tudjanak igazán mélyülni, és igazán kitanulni azt a játékot, hogy hogyan kell használni. Most nem sok kézügyességes, vagy nem sok fejlesztős játék van kint, mert ezen ugye nem nagyon kell semmit kitanulni, csak ő nagyon brüm-brümös nekem, és belepakolja, mert ez egyébként formadobós, de most nagyon az a korszaka van, hogy belerakja, és akkor viszi a kis autóit egyik szobából a másikba.
Amit ki akar tanulni az ez, a karikás játékot, tudjátok, a fakarikást, azt például most raktam el rotálás miatt, és vettem elő ezt az autót, mert egyrészt most ezen jobban fókuszál, tehát mindjárt kitérek a rotálásra is ezáltal, másrészt azt már kitanulta, tehát már le is veszi, és vissza is teszi szépen a karikákat, már nem köti le most annyira. Az nem azt jelenti, hogy ajándékozzátok el, mert vissza fog térni egyébként ahhoz a játékhoz, több mint valószínű. Tehát attól még nem kell eladni, vagy elajándékozni, ha kitanult valamit. A következő, amit akartam a rotálással kapcsolatban kifejteni, függ a gyermeked érdeklődési körétől, hogy akkor éppen mire van nagyon ráfeküdve. Nekünk például az állatfigurák most kerültek le, kb. Fél év után. Tehát, de van olyan játék, amit mondjuk két hetente, jó, hát nem két hetente, de egy hónapon belül cserélek. Tehát nyilván attól függ. Valamint nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most az összes játékot leveszem, és az összeset újra. Csak azt, amit észreveszek, hogy már nem veszi le a polcról, vagy már leveszi, de nagyon nem játszik vele, vagy le se veszi, na azt cserélem. Függ attól, hogy hogyan tároljátok, vagy hogyan prezentáljátok min a játékokat. Az IKEA-nak van egy nagyon jó bútora, nagyon szívesen belinkelem nektek. A Montessori nevelésben használják leginkább. Az is kettő polcos, és több játékot lehet rajta prezentálni. Én nekem azért nem volt rá szükségem, mert nekem van ez, tehát én itt is tudom prezentálni neki a játékot, valamint ezen a kettőn 6 féle játékom elfér. Egy-egy nagyot szoktam mellé tenni, az attól függ, milyen, például ezt is rakattam volna oda, de ez most itt van. Valamint nekem van az a játéktartó is, ami szintén fakonként vannak a játékok, az is 2-4-6 darab, tehát 12 fajta játék van neki kint. Ha nem számoljuk az autókat, mert az autókat sose unja meg, viszont cserélem az autó típusokat. Tehát például ez az elektromos autó, ami megy magától, meg beszél, meg zenél, ez nem volt kint például a többivel. Vagy mondjuk ez, amit ha felhúzol, magától megy előre, meg ilyesmi. Tehát azokat szoktam rotálni, az autó típusokat. Tehát az a lényeg, hogy legyen egy olyan polcos szekrényetek, amin szépen lehet kitenni játékot. A következő dolog, amit szeretnénk megjegyezni, az az, hogy például, ha van kirakós vagy összerakós játék, ne kirakva rakjátok, mert akkor nem kihívás a gyereknek, nem hívogatja a játék, mert már ki van rakva. Ezt persze nézzétek meg a gyereketeket, mert nekem van olyan játék, amit kirakva kell raknom, és akkor hívogató neki, ha nincs kirakva, akkor nem hívogató. Tehát függ gyerektől is, nyilván egyébként minden gyerek függő. Ez például azért a házikóban van, mert ő szereti kivenni is őket. Tehát ezt azért nem prezentálom Mama. Külön egy dobozzal, vagy egy kosárkában. Ez például nem úgy kell kitenni, hogy már benne vannak a figurák, hanem mellé egy kis, mindegy, dobozkába, kosárkába, mindegy, és innen veszik, és innen teszi rá. Tehát akkor már, ha már valami ki van rakva, akkor már nincs vele feladatom, ez a lényeg ebben. Például, amikor ezt rakom ki, ezt a formadobost, igen, az lovacska. Igaz? Lovacska. Tehát például ez a formadobós, ezt úgy rakom ki, hogy... Várjál, kölcsönveszem a baszkitodat. Tehát azt... Várjál, egy másodperc. Tehát azt például szintén így szoktam, hogy kosárka, és akkor ő üresen mellette. Tehát, hogy bele akarja dobni, nem pedig már benne van, mert akkor nincs benne kihívás. De lehet, hogy a ti gyereketek azt szereti, hogy kiveszem, és úgy belepakolom. Szóval nyilván prezentáljátok így, aztán kiderül. Tehát nekem is kiderült, hogy volt olyan korszak, hogy például jobban ki akarta rakni, hogyha ezek rajta voltak. Szóval tényleg ez attól függ, észre fogjátok venni. Ezt például azért nem szedem külön, mert ezt ő jobban szereti, hogy ebből ki kell venni, és úgy bedobálja. Mert ő ezt leveszi onnan, ide leteszi a földre, és úgy kezd el játszani vele.
Most ezt akarom kifejteni, ezt a részt. Mert itt is van, mint mondtam, 2-4-6 fajta játék, activity, mindegy kirakva. Várjál, nem biztos, hogy be van kapcsolva. Igen, most jó. Most már mehet. Úgy. Na menjél, bümbü. Tehát itt van az autója, amit ugye már most levett. Itt van, ezt nagyon szereti, ugye ezt az elektromos izét. Ezeket nagyon ajánlom már pár hónapos korban. Ezeket a pohárkákat úgymond, mert ezt egymásra is lehet toronyban pakolni, és megtanulják ledönteni a tornyot, színeket tanulni is jó vele, vízben is lehet használni, mert ugye alul ki vannak lyukasztva, tehát cserpálni, csurpálni is lehet vele, valamint vannak valamint össze is lehet őket rakni, mert itt az oldalán egymásba lehet őket rakni hernyónak. Mit tudunk még vele, egymásba is lehet őket tenni, tehát sok mindent tanít, nagyon jó, pár hónapos kortól ajánlom ezt a fajta játékot egyébként. Aztán most az új bábujai vannak itt, mert most már a saját ujjára is akarja, hogy felhúzzam neki a bábukat, tehát nagyon élvezi, kezeseket is ajánlom. Csak simán plüssök vannak kint, meg van ez, szintén kérdeztétek többször ezt a játékot, ez szintén belinkelem nektek, itt ugye vízzel kell rajzolni. És akkor ez mindig megszárad, és újra lehet használni, valamint nem okoz semmilyen kárt, vagy semmit nem károsít. Mert ugye ez csak jön kettő ilyen tollal, és akkor csak így használja, víz van benne, és csak így simán lehet vele rajzolni. Úgyhogy ez a nagyon jó pár hónapos kortól akár. Egyrészt fejleszti, ahogy megfogja az... a tollat, ugye a vizes tollat, másrészt meg tök jó, mert akár még ha eszébe jut oda, vagy a földre firkálni, vagy nem csak erre a kis szőnyegre, vagy a ruhájára tessék, vagy szájba veszi, nincs probléma, mert víz van benne. Szóval ezt mindenképp szintén ajánlom már akár fél éves kortól, mert nekünk egyébként pont úgy van, az néha nem, 9 hónapos korától van meg. Tehát abszolút tudom ezt ajánlani. Aztán azokat, amiket rotálunk, azt már lehet dobozban, azt már lehet egy helyen tartani. Tehát csak azért végül is a mai videóban csak arra akartam kitérni, hogy mennyire fontos, hogy látható legyen, könnyen elérhető is legyen, érdekes is legyen. Igaz? Brüm-brüm. Könnyen elérhető is legyen, és jól átlátható. És akkor, amint mondtam, készítek videót egyébként otthoni játékokról, tehát amit ti el tudtok készíteni, például ez, úgymond... Igen. Például ez is egy DIY játék, tehát ezt magatok el tudjátok készíteni. Volt egy ékszeres dobozom, leszakította róla a tükröt, mindegy. De lehet, hogy az már le is volt. Na mindegy, és akkor belerak néhány dolgot, és akkor ő kinyitja, belepakol, hurcibálja, hordozgatja, tehát ezt például ő készítette magának, mert kihozta a sminkes szobámból. Úgyhogy készítek nektek olyan videót is, ami csak ilyen otthoni eszközökből kreatív, ötletes játékok. Meg készítek, mondom, külön könyveseket, hogy milyen könyvet, milyen korosztálynak érdemes, bár a babakönyveink már nincsenek meg, de megpróbálom majd azokat is említeni. Ez a játék még az, amit szintén nem gyerekjáték, de simán ajánlom, mert nagyon jól fejleszt, teszek be róla videót. Tehát ezzel is nagyon-nagyon szeret játszani. És ez is nagyon jól fejleszti a kézügyességet egyébként. Valamint nagyon jó arra, hogy együtt játszol, mert ugye nem, a gyerek nem mindig egyedül játszik nyilván. Van olyan, amit felnőttel vagy egy másik testvérrel tud játszani, vagy ilyesmi.
Úgyhogy remélem, hogy akkor hasznos volt ez a videó. Mondom, készülök még játékos, meg könyves, meg még több videóval. És akkor kérdezzetek bátran, de mondom, belinkelem a játékokat, tehát meg tudjátok nézni, és akkor készítek nektek külön videót a kreatív, mert az lent van nekünk az asztal a székekkel, a kreatív sarok úgymond, jó? Tehát arról is készítek videót külön, hogy ott milyen aktivitik, vagy milyen játékok vannak, és miért fontos, hogy legyen egy kreatív sarok egy gyereknek. Úgyhogy remélem, hogy akkor hasznos volt nektek ez a videó is. Ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, és kövessetek Facebookon, meg Instagramon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!